Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás április 11-éig. Mielőtt elkezdeném a jóslást, szeretném felhívni a figyelmeteket a következő akcióra, ami április 18-áig tart. Egy kirakás, ebben benne van a szerelmi kirakás és a munka is. Itt megtekintjük a jelenlegi helyzetedet, az ő helyzetét, a gondolataitokat, az érzelmeiteket, és azt is, hogyan tovább. Ehhez jön asztrológia, és ez a kedvezményes jóslás megkapható fele áron április 18-áig 4250 forintért. És most a hétvégi jóslás. Ez a három kártya itt bal oldalon mutatja azt, hogy mi várható a pénteki napon. Először is megtekintjük a felső kártyát. Itt ez a hölgy a képen gondolkozik valami felett, lehet, hogy ezek a te gondolataidra utalnak, de azt is jelentheti, hogy ő gondol rád. Ott a fején van valami, mégpedig egy fészek vagy egy etető és a madarak. Ezek a madarak beszélgetésre utalnak. Nem csak a madarak, hanem a kardok jele is ezen a képen utal a levegő elemére, és ezek a gondolatok, a tervek és a beszélgetések. Vagy te szeretnél közölni vele valamit, vagy ő akar beszélni veled. Itt kettőtökről van szó. A következő kártyán láthatunk egy hölgyet, és a kezében van egy rózsa, ezzel eltakarja a szemét. Vagy nem akar látni valamit, vagy jelenleg még valami átláthatatlan számára. De ő érez valamit. A háttérben ott van ez az árnyék. Érzi azt, hogy van valaki a háttérben, aki megpróbál beleavatkozni a dolgaitokba. Erre utalnak a kardok, erre utal az ötös szám is. Vagy valaki figyel benneteket, vagy valaki megpróbál ráhatni, vagy parancsolgat neki. Te érzed, hogy itt valami nincs rendben, de szerencsére a harmadik kártyán látható a nap, így kiderül az igazság. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a szombati napon. A szombati napon két dologról van szó. Az anyagiakról és a munkáról, azon kívül a párkapcsolatról. És itt kell az egyensúly. Erre utal a felső kép. Mindkettő fontos, az anyagiak is, és a szerelem is. Azon kívül ez a felső kép utal a belső egyensúlyra. És amikor cselekvésekről van szó, megvan az arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Az alatta lévő képeken láthatóak az érmék. Ez utal anyagi dolgokra, a munkára, de a belső értékekre is. Az első képen van itt egy fa, ezen a fán ül egy hölgy, a kezében van egy ilyen félbevágott alma, ahol a magvak is láthatóak, és ez a virágos kert, ami kivirágzik. Ez utal egy új kezdetre, ami gyümölcsözni fog, mert ezt fogjátok ápolni, ezt a kertet.
A harmadik képen látható egy fiatal nő, de mint ez a nyíl a kezében mutat arra, hogy sebzetnek érzi magát. De benne van ezekben a változásokban. Átteszi magát a nehézségeken, és úgy érzi, hogy hamarosan olyan könnyű lesz minden, amire a lepkék is utalnak. Ennél a kártyánál az érmékről van szó, tehát az anyagiakról, a munkahelyi viszonyról, de jelenti a belső értékeket is. Amikor valaki megsért benneteket, itt vannak fájdalmak, és az a fontos, hogy ebben a könnyűségben maradjatok, amire a lepkék utalnak. És visszatérve az első kártyára, ez a fontos most így hétvégén, hogy meglegyen a belső nyugalom, ez a belső kiegyensúlyozottság. És most megtekintjük a vasárnapi napot. Ugyanúgy, mint ahogy a pénteki napon láttuk, hogy valaki beleavatkozik a dolgaitokba, és szombati napon ezek a fájdalmak érezhetőek, ugyanígy látható itt vasárnap is. A felső kártyán megint megjelenik az ötös szám, és az arra utal, hogy mások figyelnek benneteket, mások kritizálnak téged, vagy beleavatkoznak a dolgaitokba. A pénteki napon az ötös számnál a levegő eleméről volt szó, ami a kommunikációra utal, és itt vasárnap a víz eleméről van szó, ami az érzelmeket mutatja. Vagy valaki megpróbál téged megbántani, ez nem a lelki társad, hanem valaki más a környezetedben, vagy itt vannak emlékek. Ha megtekintjük ezt a kártyát, itt látható öt virág. A három az ott a vízben van, ez utal a múltra. Ezt le kellene zárni. És ami a hölgy kezében van, itt kivirágzik valami, van két virág, utal a jövőre, utal egy kiútra, utal egy lehetőségre, és itt kettőtökről van szó. Fontos, hogy ti összetartotok. Ez a két virág mutat téged és őt. A kártya alatt láthatunk egy férfit, és a szíve sebzett. Ezek fájdalmas emlékek. Ez utalhat rá, de utalhat rád is, mert a kártyáknak szimbolikus jelentése is van. De ha mi odafigyelünk erre a kártyára, akkor látható, hogy a sebzett szív ott van a bal kezénél, és a jobb kezén egy másik szív látható, ott nincsenek sebek. Tehát itt van egy jövő. Le kellene zárni a múltat. És a harmadik képen ez az uralkodó azt jelenti, uralkodjatok a helyzet felett, de ne engedjétek meg azt, hogy mások uralkodjanak felettetek. Itt fontos most, hogy ti ketten összetartotok, és bíztok a jövőben. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!